Köszöntjük kedves nézőinket! Vitamenesig millik divákom! Mai híreinkben beszámolunk a Nyugdíjas Klub egy újabb rendezvényéről, egy vadásztrófea kiállításról és az újrainduló polhapiacról. V našom dnešnom vysielaní vás informujeme o ďalšom zaujímavom podujatí klubu dôchodcov, o výstave polovníckých trofejí a o obnovenom blšom trhu. Sportösszefoglalónkban többek között a tavaszi futballidény első mérkőzéséről és az elmúlt év sportsikereinek kiértékeléséről nyújtunk tájékoztatást. Sportové spravodajstvo obsahuje výsledky prvých zápasov jarnej futbalovej sezóny a vyhodnotenie najlepších športovcov roku 2013. Diabetes mellitus, čiže cukrovka, postihuje stále širšiu vrstvu obyvateľov, preto nie je divu, že prednáška v tejto téme organizovaná v klube dôchodcov prilákala mnoho záujemcov. Korunk egyik népbetegsége a cukorbaj, diabetes. A pacienseknek sok kérdése, aggodalma van a betegséggel kapcsolatban, amire a rendelőben időhiány miatt nem kérdeznek rá. Ezt a célt hivatott szolgálni a Nyugdíjas Klubban rendezett beszélgetés. Én kérdezném, hogy után nagyon-nagyon sok a cukros? Több mint 600. Most szerintem a sok? Igen. Tehát valamikor mondjuk a cukorbetegek nem sokáig éltek, mert abban, hogy magas volt a cukorjuk, tönkre ment nekik mindenük, pláne a vesélyék, szemék, erek, úgyhogy infarktusban gyorsan meghaltak. Ebből, hogy most van gyógyítás és jó gyógyítás, mert szerintem nagyon jó gyógyszerek vannak. Ha valaki csak egy kicsit betartsa a diétát és figyel arra, ami van a betegségével, lehet gyógyítani. Lehet gyógyítani, nagyon jól lehet gyógyítani. Mire figyeljünk föl saját magunkon, hogy esetleg fölmerül a gyanú, hogy már cukorbetegek vagyunk? Bármilyen kis gyanú van, ha cukorbeteg valaki, ha a családban volt már valakinek cukorbetegsége, vagy olyan tünetek vannak, hogy gyorsan fogy, szomjazik, viszked a bőre, vagy ilyesmi, első dolog, hogy el kell menni a körzeti orvoshoz. Az megcsinálja, az tényleg csak egy szúrásba kerül a cukornak a eredményét, és mihánt már van olyan, hogy egy picit magasabb a normától, akkor automatikusan már küldje hozzánk, és akkor azt a beteget figyeljük. És az, hogy egyszer egy évbe eljön és megfigyelésre, már tartsuk szemvel, mert lássuk, hogy ebből már valami keletkezhet. Szem és a vesék vannak a legvékonyabb hajszálerek, úgyhogy ezek leggyorsabban tudnak benyugulni. És rosszabbodik a látás. Rosszabbodik a látás, az a első. De mondjuk rosszabbodik a látás korral is, meg mással is. Úgyhogy biztos, hogy az ember mikor észreveszi, hogy rosszabb a látása, el kell menni a szemorvoshoz, mert a szemfenéken automatikusan észre lehet venni, hogyha valakinek cukorbetegsége van. Cukorbetegségre lehet inni a cukor. Ez is jó, az is. Úgyhogy azt mondom, hogy a legtöbb cukor a sörbe van. Úgyhogy ha valamit kihagyni, akkor a sör. Ha inni, akkor a bort, de azt is egy kicsit rikítani fölösen. Úgyhogy azt lehet. A kemény italba sok a cukor. De egy fröccs naponta azt nyugodtan megihassa, az csak egészségére válik. Cukorka, és ezek a graham kenyerek, amik vannak, ez? A graham úgy csinálják, hogy a szemeket meghagyják csírázni, és a csírával együtt őrölik meg. És a csírában nagyon sok a cukor. Úgyhogy a graham kifli, meg a graham kenyér nem jó a cukorbetegeiben, hanem a rozs kenyér, rozs kifli, az a és itt után itt sütik mind a két végségbe, innét hozzák el egész járásba, úgyhogy itt van mindenhol. És a rendszeres testmozgás az nagyban hozzásegít ahhoz, hogy ne alakuljon ki a cukorbetegség? Az a mennyiség, cukormennyiség, amit megeszünk, annak valahol el is kell égni. És az csak a mozgásnál tud elégni. Úgyhogy az izom, ahol dolgozik, annak kell az a cukor, és ott is ég el. Úgyhogy az, aki sokat mozog, annak a cukortartalma soha nem lesz magas. Az ledolgozza, elégeti a cukrot. Viszont aki nagyon keveset mozog, de az lehet azért is, hogy beteg, lába fáj, el van törve, valami más probléma van, az a cukor benne marad a vérbe. De az nem marad sokáig benne a vérbe, mert ugyanúgy, mint a koleszterol, lerakolik a érfalra, és évek után érszűkületet csinál.
és itt aztán jönnek a problémák. Ettől vannak a komplikációk és a cukorbetegségnek, hogy megszűkülnek azok a apró pici erek, amik pláne a szemfenéken, a vesén vannak, meg a kéz, lába, ahol legvékonyabbak a erek. Ezek beszűkülnek és bedugulnak, akkor jönnek a problémák. Úgyhogy a cukorbetegeknél nem csak az, hogy magas a cukor és lerakódik a ereken, hanem nagyon kell vigyázni a zsíradék mennyiségre és a koleszterolra, hogy mennyi a vérbe, mert az ugyanúgy érszükületet csinál. Nem mondom még azt, hogy a férfiaknál, pláne a férfiaknál a nikotin, úgyhogy aki még dohányzik, akkor ott már három faktor van, ami szűkíti neki a eret. Ezek a legfontosabb dolgok, amire vigyázni kell, hogyha az ember azt akarja, hogy egészséges legyen. Az elmúlt héten vadásztrófeák kiállítása nyílt a Gútai BMK-ban. Következő riportunk ebből az alkalomból készült. V Mestskom kultúrnom stredisku bola minulý týždeň inštalovaná výstava poľovníckych trofejí. O tom je naša nasledovná reportáž. Binder Pálo nevem, Komáromi járási vadászövetségnek vagyok elnökségű tagja, és jó pár éve szervezzük ezt a vadászkiállítást. Eddig Komáromba volt, a Dunamenti Múzeumban, csak most csinálják a állandó kiállítást, nincs hely, és azért kellett valahol a járásba keresnünk helyiségét. Itt találtunk Gútán megfelelő helyet, és itt mutatjuk be az egész évi eredményt, a 2013-as évi eredményt, ami a járásba le voltak lőve őzek, muflonok, dámvadak, aztán szarvasok, és egy pár ragadozót is bemutatunk, mint róká, koponyákat és borz koponyát szintén. A járásban körülbelül 1200 vadász van, és annak a fele körülbelül 600-500 vadásznak van vadászterülete. És ezekből a vadászterületből vannak bemutatva, attól függ, hogyan gazdálkodnak egyes vadász társaságok, az szerint vannak aztán a kilövések. Ez a 2013-as évnek eredménye, igen, bemutatunk 314 ősz koponyát, igen, és pont 13 muflont, a Báterkeszi vadasparkból bemutatjuk a dámvadakat, még a szarvast, amit ott található. Vadászkiállítás kiértékelte, elnök volt a Keres Gyuri, aztán Kocsis mérnök úr, Polarecki, Pintér és a Zuber úr, ezek voltak a bizottságba benne, akik értékelték a egyes agancsokat, meg a szarvat a muflonnál. A 2013-as év elég jó volt, mert lehet azt mondani, hogy itt 3 aranyérmes van, 8 ezüstérmes és 10 bronzérmes őz agancs van. Dámvadoknál a idei évben van 4 ezüstérmes, bronzérmes, a szarvasoknál ott érrem nincs megadva most ebbe évbe. Znova bol v našom meste blší trh, a to uplynulú sobotu. Usporiadatelia tentokrát zabezpečili pre tento účel priestor pred miestnou športovou halou. Ak by bol o blší trh záujem naďalej, usporiadatelia sú pripravení ho pravidelne organizovať. Az elmúlt szombaton újra volt Gútán bolhapiac. A szervezők ezúttal a sportcsarnok előtti területet biztosították erre a célra. Amennyiben igény mutatkozik rá, szeretnék ezt a fajta adok-veszek, esetleg elcserélek piacot rendszeresíteni. Egy biztos, szombaton újra lesz bolhapiac. A szlovák vízművek helyi részlege folyamatos ellenőrzéseket végez a város területén. Amint enyhébbre fordul az idő, a bemért meghibásodásokat, károkat rögtön igyekeznek elhárítani. Így történt ez március 7-én is a Győri utcában, ahol egy családi ház csőrendszerének csatója szivárgott. A helyreállítási munkálatok miatt sem útlezárásra, sem pedig a vízszolgáltatás leállítására nem volt szükség. További hiba elhárítás történik ezen a héten a Komáromi utcában és a Puruki soron is.
Spolupracovníci Slovenskej vodárenskej spoločnosti aj v našom meste vykonávajú pravidelné kontroly. Ihneď ako to počasie dovolí, odstraňujú všetky zistené škody. Stalo sa tak aj v rodinnom dome na ulici Rábskej, kde z potrubia presakovala voda. Počas rekonštrukčných prác nebolo potrebné prerušiť dodávku vody ani uzavrieť cestu. Počas týždňa sa budú podobné práce vykonávať aj na Komarňanskej ulici a aj na Rade Purúk. Vážení diváci, počas celého týždňa bude celoslovenská osobitná kontrola zameraná na dokumentovanie správnych deliktov držiteľov vozidiel. Kontrola bude vykonaná aj v okrese Komárno. Policajti budú dokumentovať tie porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré sú na základe analýz dopravnej nehodovosti hlavnými príčinami dopravných nehôd, ako rýchlosť jazdy, porušenia základných povinností vodiča, nesprávne predchádzanie a nedanie prednosti v jazde. Polícia i touto cestou opätovne upozorňuje vodičov motorových vozidiel, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy az egész hét folyamán szigorított közúti ellenőrzést tart a rendőrség. A rendőrök főleg azokat a közlekedési kihágásokat dokumentálják, amelyekből leggyakrabban származik közlekedési baleset, mint például gyorshajtás, helytelen előzés. Kérjük, tartsák be a közlekedési szabályokat! Kedves nézőink, szombaton, március 15-én, amellett, hogy Szlovákiában köztársasági elnököt választunk, megemlékezünk az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc hőseiről is. Gútán az ünnepi emlékprogram délután 4 órakor a Szent Rozália parkban kezdődik az emléktáblak koszorúzásával. Ezután a VMK színház termében zenés verses összeállítással emlékeznek a forradalom hőseire. A rendezők szeretettel és tisztelettel várják a gútaiakat. Az iskolák diákjai péntek délelőtt tartanak megemlékezést. Milí diváci, v sobotu 15. marca sa na Slovensku konajú voľby prezidenta republiky. Tento deň je zároveň významným sviatkom Maďarov celého sveta. Je to sviatok vypuknutia Maďarskej revolúcie 1848-49. Slavnostný program na pamiatku hrdinov revolúcie sa začína v sobotu o 16. hodine v parku Svätej Rozálie kladením vencov. Následne čaká účastníkov hudobno-literárny program v Mestskom kultúrnom stredisku. Usporiadatelia srdečne očakávajú všetkých obyvateľov mesta. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským sa spomienkové slávnosti konajú v piatok 14. marca. A forradalom eseményei Gútát és környékét sem kerülték el. Erről tavaly készítettünk egy rövid összeállítást. A következő néhány percben ennek ismétlését láthatják. Samotné mesto a okolie vtedajšej Gúty bolo tiež dejskom niektorých revolučných udalostí. O tom svedčí naša nasledovná zostava repríza nášho programu. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem legtiszteletre méltóbb eseményeinek egyike. Rövid időre Európa figyelmének középpontjába került az ország, amely utolsóként védelmezte a forradalmi eszméket a világ két akkori nagyhatalmával, Ausztriával és Oroszországgal szemben. Írja Angyal Béla a Gúta és környéke 1848-49-ben című könyvének bevezetőjében. Gútán, illetve a környező falukban és városokban is megemlékeznek erről a történelmi eseményről. Komárom ostromairól már mindenki hallott, arról azonban már kevesebb szó esik, hogy gútaiak is részt vettek a harcokban, és néhány forradalmi esemény Gútához és környékéhez is köthető. Angyal Béla könyvében hitelesen ír ezekről a történésekről, korabeli feljegyzések és néprajzi kutatások alapján. Szinyei József honvédőrmester, aki a szabadságharc befejezéséig főhadnagyi rangot ért el, egészen a komáromi 1849. októberi fegyverletételig naplót vezet, hitelesen megörökítve a környékbeli, köztük a gútai eseményeket is. Buda visszavétele után 1849 tavaszán, nyarán kerül sor a vágmenti hadműveletekre. Görgei a Duna bal partjára irányít 3 hadtestet. A második hadtest Érsekújvártól Gútán át Aszót pusztára vonul. A hidászoknak ehhez a Kisduna és a Vág összefolyásán alul hidat kellett verniük. Ennek a hídnak a helyéről nincsenek pontosabb ismereteink.
Asbót Lajos ezredes emlékirataiban így számol be a további feladat teljesítéséről. Június 12-én a második hadtest Guttán keresztül, hol hidat vertek, Csalló közbe küldetett, hogy ott egy kiválasztott ponton, az érsekújvári Dunán egy második hidat készítsen, és hogy így a vágon túl előnyomulva az ellenség jobb szárnyát megtámadja, ezután pedig szétterjeszkedve, s farkasd vagy negyednél egyesülve, a harmadik hadtesttel ennek részére lehetővé tegye az átkelést. Ezen a harmadik hadtest, míg a második a járhatatlan mocsáros vidéken a legnehezebb műveleteket végzi, egészen tétlenül állott érsekújvárot, sőt, még a hídkészítéshez szükséges anyagot sem gyűjti összes vivé a kitűzött helyre, hogy a második hadtest megjelenésekor a túlsó oldalon ennek azonnal segédkezet nyújtott volna. A második hadtest 13-án puszta a szódra vonult, mely Guttától egy mérföldnyire, szorosan az érsekújvári Dunaág partján fekvő tanya, hogy itt, hol a Duna kanyarodik s a Dudvág folyóval egyesül, mint erre legalkalmasabb helyen hidat építsem. A hadtest parancsnok Asbót ezredes még aznap elküldi Szekulics ezredest Vásárút felé egy ott lévő osztrák dandár foglalkoztatására, nehogy ez a hídépítést háborgassa. Kisfaludi dandárja, ki a hadtest legvitézebb parancsnokainak egyike, Guttánál nagyobb csolnokokon átszállítatott, s a Duna bal partján egész sereg akolig puszta aszóddal áttellenben küldetett, hogy a hídépítést minden ellen födözze. E dandár visszavetett egy a túlsó parton álló vadászászló aljat, ugyanezt tevé a Szekulics osztály az ellenséges Dersatta dandárral, s így a 400 útász 14-e és 15-e közti éjjelen Komáromból hozatott talpakból elkészíti a hidat aszód és seregakol közt. Június 15-én a hadtest 3 dandárja aszódnál a Duna jobb, Kisfaludi dandárja seregakolnál a Duna bal partján táborozott. Király Rév Zsigárd pered, előbb győztes, majd vesztes csaták színhelyei. A nyárasdi, majd végül a vesztes peredi csaták utáni történéseket Görgei így írja le emlékirataiban. Aszód pusztának azonban, miután az ellenség perednél felettünk győzelmet aratott és ezzel offenzívánknak véget vetett, nem volt ránk nézve hadászati fontossága. Ezért Klapka tábornokkal a helyszínen megállapodtam, hogy Aszód pusztát is utóbb feladjuk. Ez meg is történt. A 8. hadtest Klapka alatti csapatai részéről még aznap éjjel oldalmenettel Apátaszakállásra húzódtak vissza, a Vásár útról Komáromba vivő országúton, a 3. hadtest pedig másnap, június 22-én reggel vonult vissza Gútára. Gútáról a következő levelet küldi Bájer Józsefnek, a hadsereg vezérkari főnökének tatára. Édes Bájer, Gután június 22-én 1849. reggeli 4 órakor. Én minden lehetőt megtettem, de nem bírtam boldogulni. A második hadtest teljesen demoralizálva van, fel kell oszlatni. Tegnap 2 csatám volt, az egyik Pered király Révnél és Aszódnál a másik. Most Klapka Apátaszakálláson áll, s a második hadtest Kászony ezredes Gútán. Most rögtön Tótmegyerre indulok megtudni, mi van a harmadik és első hadtestekkel. A Vág melletti offenzívához gyöngék vagyunk, vezetők dolgában, tehát defenzíva. Még ma többet. Görgei. Nagyok a honvéd sereg veszteségei, sok a sebesült. Közben a kolera is tizedeli nem csak a lakosságot, de a katonaságot is. Arra a kérdésre, hogy hány gútai vett részt a szabadságharc küzdelmeiben, nem tudjuk a pontos választ. Ha figyelembe vesszük, hogy egy 1890-es összeírás szerint még 30 gútai túlélő egykori honvédet, illetve tisztet tartottak számon, akkor akár több százan is lehettek. Az Aszód puszta és Seregakol közti magyarok hídjának emlékét a néphagyomány is számon tartja. A nagyszigeti idősek közül még többen meg tudják mutatni azt a helyet, ahol a híd állhatott. Angyal Béla könyvében leírt Kamocsai Árpád elbeszélése is említi ezt a hidat. Mikor a 48-as forradalom volt, hát volt nekik fődjük. Királyfődjének hívták a Kis Duna partján. Olyan gázló volt ottan. Borsót ültetni küldte el az apja. Igen szép idő volt. És egyszer csak egy igen szép fergeteges vitéz jött a rosszomola felül. Az farkas mellett van.
Jött és kiabálta, mindenki menjen haza, sok ember ott dolgozott, mert itt nagy ütközet fog lenni a királyföldjén, ott a Kisdunának abban a kanyarjában. Sokan el is mentek, az meg nem akart, kíváncsi is volt. Volt ott egy nagy fűzfatőke, télen kiásták, de nem billent ki. Az alá alábújt és onnan leste. Egyszer csak nem is sokára jöttek a magyar vitézek, így mondja, vágtattak be oda a királyföldjére. Fősorakoztak. Egyszer csak jönnek az osztrákok arról Szomola felől, mintha kergették volna őket. Oda perdültek a magyarok elejbe, ahogy föl voltak sorakozva, állítólag nem volt nekik vezetőjük. Egy valaki azt kiabálta közülük. Magyarok, adjátok meg magatokat, mert mindegy szálig lekaszálunk benneteket. Jóval többen voltak, állítólag. Valaki a magyarok közül kiáltott. Még egy csepp vérünk van, addig nem. Megint kérte. Magyarok, adjátok meg magatokat, még egy csepp vérünkből tart, addig nem. Mikor harmadszor akarta volna kérdezni, valaki a sorból kilőtt, és lefordult ez az osztrák, aki elől állt. Lefordult. Kötözték a lovára, és átvágtattak a Tisztáson, átúsztattak a Dunán, és neki arra nyáras felé. A magyarok meg, annyira ünnepeltek, ittak, mulattak, mondta öreganyánk, hogy két dorongot csináltak, és azon hordták azt a magyar. Este felé mentek át a magyarok hídján. Volt ott egy olyan ér, azon volt ez a magyarok hídja. És a túlsó parton olyan dombon, gondolom aszódon, mert az van olyan dombon, ott vertek tanyát. Az osztrákok meg nyáras dalat voltak. Oda aztán már vittek ágyút. Valami Kürti nevű ember szolgált az ágyónál, az osztrákok meg kukkeroztak. Aki szolgálatban volt, valami egyszemű, így hallottam, becélozta parancs nélkül, és azt a Heinrichet azt lőtte le. Valami Kürti nevű, egyszemű, az lőtte. Nyárosnál van egy szobor, meg néhány lövés is van a falban. Gyerek voltam, mentünk vásárba, vásárútra, és az apu mutatta az ostornyéllel. Na, itt van az a Heinrich, amit a nagymama emlegetett. Ennek az elbeszélésnek valós alapja van. Gustav von Geramb osztrák alezredes valóban egy ágyúgolyótól találva esik el Nyáras mellett. 48-ban a Purug nevű község részen fölül harcoltak. A községbe behozták a katonákat. Vannak elesettek is a gútai temetőben. Úgy mondják, hogy a haldokló katona utolsó kívánsága az volt, hogy a lovát is csak temessék vele. Az 1848-49-es szabadságharcban Gútán és környékén elhunyt közhonvédek és tisztek a Szent Rozália Parkban nyugszanak. Tiszteletükre 1998-ban a helyi magyar szervezetek és polgárok összefogásával emléktábla került a kápolna falára. Deviateho marca sa začala jarná sezóna futbalových majstrovstiev. Družstva nášho mesta začali sezónu ako hostia. Výsledky zápasov. 4. liga Močenov-Kolárovo 0-2, polčas 0-1, góly Cabaň, Maďar. Okresná prvá trieda Moča-Kolárovo B 2-2, polčas 0-1, góly strelili Barát a Lakatoš. 5. liga dorastu Zlatná na Ostrove Kolárovo 1-5 po polčase 0-1. Góly Lakatoš, Leckési, Dosa, Stojka. Március 9-ével megkezdődött a labdarúgó bajnokságok tavaszi idénye. A gútai csapatok idegenben kezdtek. Eredmények. 4. liga Mocsonok Góta A 0-2, félidőben 0-1. Góllövők Cabány, Magyar. Járási első osztály Dunamocs Góta B 2-2, félidőben 0-1, góllövők Barát, Lakatos. Ifjúsági 5. liga Csalóközaranyos Góta 1-5, félidőben 0-1, góllövők Lakatos, Leckési, Dósa, Stojka. Nedeľu 9. marca usporiadali v Komárne druhé kolo slovenského pohára v karate.
387 súťažiacich, medzi nimi 10 karatistov Karate klubu Tayo. Z 58 klubov sa umiestnili na 11. mieste. Výsledky: Bagita Daniel, kata 1. Kumite 1. Naď Viktor, kata 3. Sulčan Anastázia, kumite 3. miesto. Március 9-én Komáromban rendezték a Szlovák Karate Kupa második fordulóját. 387 versenyző vett részt a versenyen, köztük a Tayo Karate Klub 10 karatékája. 58 klub közül a 11. helyen végeztek. Eredmények: Bagita Dániel, kata 1. hely, kumite 1. hely, Nagy Viktor, kata 3. hely, Szulcsányi Anasztázia, kumite 3. hely. Vo štvrtok 6. marca sa konalo vyhodnotenie najúspešnejších športovcov roku 2013. V kategórii do 15 rokov sa Dominika Bogárová z Karate klubu Tayo umiestnila na 1. mieste, na 2. Bagita Daniel Karate klub Tayo a na 3. mieste Kürti Adrián Eška Kolárovo oddiel zápasenie. V kategórii nad 15 rokov sa na 1. mieste umiestnil Tibor Kiš z Karate klubu Tayo, na 2. mieste Karpaty Ernő Eška Kolárovo oddiel judo, na 3. mieste Arpa Tóth FK Kolárovo muži. V kategórii družstiev získali prvenstvo judisti, na 2. mieste sú ženy hádzanárky z HŠK 74 a na 3. mieste dorastenci z FK Kolárovo. Csütörtökön, március 6-án kiértékelték a 2013-as év legsikeresebb sportolóit. A 15 év alattiak kategóriájában az év sportolója Bogár Dominika, a Tayo Karate Klub sportolója lett. Második helyen Kürti Adrián, a birkózó szakosztály tagja, harmadik helyen pedig Bagita Dániel, szintén a Tayo Karate Klub versenyzője végzett. A 15 év felettiek kategóriájában az év sportolója Kis Tibor, a Tayo Karate Klub vezetője lett. Második helyet ért el Kárpáti Ernő, a Cselgán szakosztály sportolója, és harmadik helyen végzett Tóth Árpád, a foci klub versenyzője. Idén a legsikeresebb csapatnak járó elismerést a Cselgán szakosztály férfi csapata kapta. Második helyen a kézilabda klub női csapata, harmadik helyen pedig a foci klub Serdülő csapata végzett.